voltak föntjeim és lentjeim, talán mint mindenkinek. Az eget kímlelve sokszor elgondolkoztam ezen. Mintha körforgásokat látnék a körforgásban. Az asztrológia mindig is piszkálta a fantáziám. Úgy éreztem, hogy áltudománynak nevezni méltatlan, tudománynak viszont nem méltó. A bulvár horoszkóp és a kuruzslók nap mint nap lealacsonyítják a témát. Ez nem hagyott nyugodni. Vajon hatással van-e ránk, jellemünkre, mindennapjainkra, életünkre az égi testek pozíciója? Mostanra közel 10 év megfigyelése halmozódott fel a hátam mögött. Mérhetetlen türelem és verejték. Tatár Gergő vagyok, hivatásos ismeretéhező. Logom ezen részében megkísérelek vállalkozni a közel lehetetlenre. A címben szereplő kérdésre keresem a választ. Sziasztok, szóval a címben feltett kérdésre keresem a választ úgy, hogy nem vagyok sem csillagász, sem asztrológus. És az a helyzet, hogy bár videómat realistának gondolom, úgy érzem, nem lesz mindenkinek ínyére való, közel sem fog mindenkinek tetszeni, viszont ebben az esetben ez most nem érdekel. Aki gyors választ szeretne kapni a címben feltett kérdésemre, akkor íme a válaszom, igen, de nem teljesen úgy, ahogy ez jelenleg a köztudatban szerepel. De hogy pontosan mit akar ez, illetve milyen fenntartásaim vannak a dolggal kapcsolatban, azt ebben a részben mesélem el, figyelem. Giga epizód következik, 2 részletben, tartsatok velem. Yeah, I need it. Oh, let's freeze time. Gather around, watch the sun go down. Oh, in summertime. Szóval körülbelül 10 évvel ezelőtt elkezdtem megfigyeléseket végezni, mivel azt gondoltam, hogy lehet benne valami, minthogyha időnként működgetne, minthogyha valami köze lenne sorsunkhoz, életünkhöz, de valahogy mégse tökéletesen. Ugye a szkeptikusok erre nyilván azt mondanák, hogy ha csak működget, de mégse tökéletesen, meg időnként, akkor az nyilván belemagyarázás. Az egész megfigyelés alatt ezt a bizonyos belemagyarázást volt a legnehezebb kordában tartani vagy kiszűrni. Arról nem is beszélve ugye, hogy a megfigyelésemnek lehet egy olyan vetülete is, hogy önbeteljesítő jóslat, tehát ha mondjuk egy asztrológus leelemez egy adott évi képletet, mondjuk az enyémet, akkor utána, ha ezt én előre tudom, akarva akaratlanul is lehet, hogy elkezdek afelé tendálni, hogy ez megvalósuljon. Így küldetésemnek éreztem, hogy ezt kizárjam, valami megoldást kellett erre is találnom. Ezt úgy próbáltam meg, hogy sok esetben nem néztem előre képletet, így az nem tudott önbeteljesítő jóslat lenni, hiszen csak utólag vontam le következtetéseket. Csak hát ugye ez mind-mind idő. Idő. Voltak olyan kísérleteim is, ahol kívülálló személyek készítettek össze több ízben általam ismeretlen személyek születési dátumát, ebből alkottak egy csoportot, és ezekből a normálistól jelentősen eltérő, kilógó személyiség mintát kerestem. Ezek a kísérletek rendkívül hasznosnak bizonyultak, mi több, ezek szolgáltak végül döntő bizonyítékként. Így tehát mára azt mondom, hogy a születési hely év, hónap, nap, óra, perc és az ember jelleme között van összefüggés. Előre szólok, hogy nem fogom megmagyarázni a működési mechanizmust, mert exaktul nem is tudom, csak gondolatébresztőt kívánok feldobni, mert jó néhány olyan dolgot szeretnék megemlíteni vagy kitérni ebbe az epizódba rájuk, amik jó alapot adhatnak esetleg másoknak is, hogy egy picit el tudjanak gondolkodni ezen a témán, hát ha ők is hozzá tudnak valamit tenni. Én régóta foglalkozom az asztrológiával, nagyon mélyen
foglalkoztam vele évekkel ezelőtt, úgyhogy amikor én elkezdtem tanulni, akkor azt csináltam, hogy a saját képletemet kinyomtattam ilyen nagyba, az asztrológiai képletemet, a születését, és a napi szinten vittem vele a bolygóállásokat, tehát azt úgy, hogy ilyen kis gombos tűre fel volt szúrva egy bolygó, és ezt mindig léptettem előre az összes bolygót minden nap. Mert arra voltam kíváncsi tapasztalatilag, hogy ez hogy van, mert ugye az elméletét tanultam, de kíváncsi voltam, hogy ez hogy jelenik meg. Másfél-két évig csináltam ezt a körbejárogatást, és az volt a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon sok minden látszik egy képletből és egy adott épaktuális konstellációból, illetve a kettő összevetéséből. Nagyon sok minden látszik, de nem minden. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bizonyos számomra fontos dolgok nem mutatkoztak meg, viszont megmutatkoztak adott esetben másik fontos dolgok. Tehát itt a következő a dolog lényege, hogy az, amit látni kell, az az, hogy mi egy energetikai világban élünk. Egy rezgésekből, valójában rezgésekből álló világban, ahol az anyag is voltak éppen végső soron rezgés. És az egész létünk a rezgések között folyik. Tehát minden rezgés, minden kibocsájtott. Tehát egy érzelem is, egy gondolat is, egy mozdulat, bármi. Na most az asztrológia ezeket a rezgéseket, ezeket valahogy megpróbálja feltérképezni, és itt van egy alapvető világnézeti alapállás, hogy minden összefügg. Tehát nincsenek ilyen elszigetelt részek az életben, hanem ez az egész egy valami. És ez az egy valami, ez rendkívül sok komponensből áll, és rendkívül sok rezgés, rendkívül sok dolog minden van. És bizonyos szinteken lehet ezeket az épaktuális leosztásokat vizsgálni. Tehát gondolok itt arra, hogy például a bolygók ilyeneket jelképeznek, hogy például érzelmek, gondolatok, akaratok, szándékok, akkor a meggyökeresedett dolgok. Tehát például az érzelmekre a Vénusz bolygó utal, akkor az akaratokra a Mars bolygó utal, a gondolatokra a Merkur bolygó. De ugye ez több, a Merkur az több annál, mint gondolatok, mert a közlekedés, kommunikációt, tehát egy nagyon-nagyon tág kör, tehát mondjuk úgy, hogy a kapcsolatok a dolgok között, a mozgása a dolgoknak, akkor az ezzel kapcsolatos elképzelések, ez mindegy. Akkor a Mars, ugye, ami az akaratokkal függ össze, és a szándékokkal, az az agresszió. Ugyanakkor a férfi erő, bizonyos energetikai dolgok, tehát például a tűzerő. Tehát nem egy valamiről van szó, hanem egy nagy csoport, amit, hogyha azt mondom, hogy a Mars, akkor a Marsban benne van az is, hogy én mit akarok, az is benne van, hogy mik azok az ilyen agresszív vagy akaratos események, vagy ilyen hirtelen bejövő valami ártalom. Tehát a Mars bolygó például ilyen balesetszerű ártalom dolgokat is mutat. De ez mind összefügg. Tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a szándékok, amelyek adott esetben egymásnak feszülnek, vagy éppen egymást segítik, hogy azok hogy néznek ki. Tehát ezért aztán nem lehet semmit se egy az egybe megfeleltetni valami másiknak, hanem ez egy, a szimbólumrendszer szintje az úgy néz ki, hogy van 12 csillagjegy, 12 színezet, 12 alapállás, és ezen belül történnek a bolygók által jelzett mozgások vagy történések. Tehát itt rendkívül összetett képről van szó. De először is ahhoz, hogy jól sikerüljön mindenkinek megértenie az alap gondolatmenetemet, elég távolról kell indítanom a téma körüljárását, mégpedig a szkeptikus oldalról. Úgyhogy kezdjük is ezzel. Gyakran mondják azt, és egy időben végül is én is innen indultam ki, hogy nem mondja senki, hogy csak 12 féle ember létezik. Vagy nem mondja nekem senki, hogy a csillagokban megvan írva a jövőnk. Vagy
most akkor, ami le van írva a újságba, a horoszkópokba, akkor majd az történik minden vízöntővel, halakkal, bakkal, stb. Igen, ezek logikus és elgondolkodtató ellenérvek, a helyzet viszont közel sem ilyen egyszerű. Menjünk sorba. Nem mondja senki, hogy a csillagokban meg van írva a jövőnk. Nos, a jelenlegi asztrológiában egyetlen csillag létezik, ez pedig a nap. Tehát ez a megállapítás, hogy a csillagokban meg van írva a jövőnk, ez így meseszerűen hangzik, de ezt így az asztrológia se állítja. Sőt, azt se állítja, hogy meg van írva itt a naprendszeren belül. Egyébként az asztrológia a naprendszeri égi testeket mind bolygónak nevezi, köztük a törpe bolygót, a Plutót is, illetve a Holdunkat is. És természetesen a napot is bolygóként kezeli, de ez lényegtelen, hogy hogyan hívjuk. Nyilván mindegyiknek megvan a szerepe, vagy fontossága, vagy tulajdonsága ebben a leíró rendszerben. Egyébként meg ha közvetve nézzük, az égi testek közvetlen fizikai hatással is lehetnek ránk. Elég lenne csak szegény dinókat megkérdezni, vagy egy másik példával a fotoszintézisre gondolni. De tudom, ezek nem asztrológiai aspektusai a témának, mindössze csak érdekességek. De mondok még két egyszerű példát. Amikor a nap felkel, jellemzően mi is felkelünk, amikor megnyugszik, jellemzően mi is lefekszünk. Ez pedig csak is a tőlünk érzékelhető pozíciójától függ, azaz a Föld forgásától. Persze abban most ne menjünk bele, hogy melyik égitest kering a másik körül, mert asztrológiai szempontból ez lényegtelen, illetve pontosabban a megfigyelés origója azok mi vagyunk itt a Földön, tehát a rendszer azt feltételezi, hogy ez itt, ahol most vagyunk, ez a mozdulatlan, és minden körülöttünk mozog. A másik példám meg a telihold, ami ugye jellemzően azt okozza, hogy nem tudunk vagy nem jól tudunk közben aludni. De visszatérve a nap keléséhez felteszek egy újabb kérdést, vajon minden esetben felkelünk-e, amikor a nap felkel? Illetve minden esetben lefekszünk-e, amikor nyugszik? Vagyis determinál-e minket véglegesen a nap pozíciója innen nézve? Én például, mint asztrológus, én olyan konkrétumokat soha nem mertem mondani senkinek, hogy most akkor majd pénzt kap, vagy nem kap pénzt, vagy most akkor meg fog halni, vagy nem fog, vagy a betegség, majd jön egy betegség. Látok egy rossz konstellációt mondjuk a betegségekkel kapcsolatban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő maga beteg lesz. Tehát az lehet például, mivel a betegségek háza az azonos a munkaházával, vagy mondjuk az ilyen nagyon komoly, kötelességszerű munkavégzéssel. Ez talán a tízes? Nem, az a hatos. A hatos ház. A tízes is munkával függ össze, de az inkább a hivatás része. De mondjuk a hatos az olyan, amit úgy szolgálni kell. Tehát mit tudom én, most hirtelen elmegy a nagymama a kórházba, és nekünk kell mosogatni egy csomó időn keresztül. Tehát ez is a hatos házban tud jelentkezni, mint ilyen kötelezettség. Sőt, a nyolcas házban is jelentkezhet, hogyha korlátozással jár. Tehát az ember bekorlátozza valami, és akkor... Vagy például a 12-es ház, amire azt mondják, hogy ugye a nyilvánosságtól elzárt dolgoknak a háza, vagy belső életháza, vagy a meditáció, ez a te kórház, vagy elzártság. Igen. Na most érted? Mondani az embernek, hogy te most kórházba fogsz kerülni? Ez így merész. Hát ez... És megijed, és ráadásul egy önmagát beteljesítő jóslatként működik, tehát azok az asztrológusok, akik azt merik csinálni, hogy így rámondják az emberre, hogy már pedig most maga kórházba fog kerülni, el fog törni a lába. Érted? Ilyen. Ő nagy pofával kijelenti, és közben abszolút nem biztos, hogy ennek meg kéne történni, de attól, hogy ő ráfogja, attól a félelemtől lehet, bevonza. Igen, tehát ez egy nagyon súlyos dolog. Azért. Aztán ott a másik szkeptikus megnyilvánulás, hogy nem csak 12 féle ember létezik. Igen. De ezt az asztrológia sem állítja, sőt. Ugye a 12 csillagjegy azt szerint van jelenleg behatárolva, hogy a nap melyik jegyben állt a születésünk pillanatában. Ez alapján valóban 12 féle lehetőség van. De ha hozzávesszük az aszcendenst is, azaz, hogy melyik jegy kelt éppen a horizonton, keleten, abban a pillanatban, amikor születtünk, ugye az asztrológia ezt is fontosnak tartja, akkor ha ezt a két értéket összeszorozzuk, rögtön 144-et kapunk. És még csak a napról és az aszcendensről beszéltünk. Ha ez a 144-hez a hold pozícióját is hozzávesszük,
és összeszorozzuk, akkor 1728-at kapunk, és ez még mindig csak töredéke annak az értéknek, ami itt ki tud jönni, hiszen a maradék többi égi testet még nem vettük figyelembe. És ezek csak a pozíciók, nem beszélve az egymáshoz képesti viszonyukról, azaz egymáshoz képest bezárt szögekről, amit az asztrológia egyébként fényszögnek hív. Ettől a szótól, hogy fényszög, valójában hideg ráz ki, de ez most mellékes. De ha már itt tartunk, az előbb említett telihold is egy nevezetes fényszög, mégpedig egy naphold szembenállás. Azaz, amikor a hold kell, akkor a nap pont nyugszik és fordítva. Egyébként meg az új hold az nem más, mint egy együttállás, tehát ott vannak szinte egymás mellett az égen. Ugye itt az egymás mellettet úgy kell értelmezni, hogy ha fölnézünk, akkor egymás mellett látszanak, mert nyilván nagyon messze vannak egymástól. Ezekből látható, hogy a variációk száma közel végtelen, és többek közt ezért is tartom tartalmatlan általánosításnak a bulvárhoroszkópot, amit azzal szoktak még tovább fűszerezni, hogy a párkapcsolati horoszkópban azt elemzik, hogy van-e létjogosultsága egy tűzes jegynek egy vízes jeggyel. És ugye a választ nagyszerűen és könnyen el szokták intézni egy nemmel, holott azért a dolog nem ilyen egyszerű. Abba, hogy miért, nem akarok most belemenni, mert ez egy újabb részt tölthetne meg. Mindössze csak annyit mondok, hogy igenis lehet létjogosultsága egy halaknak a kossal, egy ráknak az oroszlánnal, vagy egy skorpiónak a nyilassal. Ilyet, amit én bulvár sajtóban lehet időnként olvasni, szóval kikérem magamnak, én mint asztrológus. Pedig én csak amatőrként figyelem a dolgot. De hát figyelj, ilyen, hogy ezen a héten kedden a mérlegek megtalálják elveszített pénztárcájukat. Tehát ez a kijelentés. Ez hamis. Ezért tehát ez nem úgy, tud tönni. Ezért tűnik úgy, hogy az egészben nincs semmi. Persze. Ez egy általánosítás. Hát persze. Tehát most mi eleve lehetetlen elgondolni, hogy mit tudom, az országban van 1 millió mérleg, vagy nem tudom hány, vagy 500 000, nem tudom. Tehát nyilván szétoszlik ugye az ország lakossága között, hogy ki milyen. De hogy most az sok százezer ember mind elvesztett múlt héten pénztárcát, és majd most ezen a héten megtalálja, ez egy abszurdum. Meg az, hogy jön a nagy szerelem. Hát ezért ez nem úgy van. Valakinek azt jelenti, valakinek kinek alkotást. Nem. Így van, így van. Az asztrológiai jegyeket egyébként a nap mögött található csillagok fantázia által összekötött alakzataiból kirajzolódó fantázia szüleményeként látták el névvel, ami ugye fölveti azt a kérdést, hogy hát ennek mi köze lehet bármihez. Nos, hát nyilvánvalóan semmi, ez tényleg csak a fantázia szüleménye, meg hát ugye nappal nem is látszik semmi a nap mögött. Valójában máshogy is összeköthetnénk a alakzatokat, és más nevet is adhatnánk neki, ez csak egyfajta szimbólumrendszer. Aminek viszont köze lehet az egészhez, az nem más, mint a Föld és a Nap egymáshoz képesti pozíciója, illetve az összes többi naprendszeri égitest hozzánk és egymáshoz képesti pozíciója. De hogy pontosabban megértsük ezt a logikát, ahhoz le kellene kicsinyítenünk a naprendszert felfogható méretűre. Bizonyára sokan láttatok már olyan animációkat, ahol csillagokat hasonlítanak össze úgy, hogy egymáshoz teszik őket, hogy egymáshoz képest melyik mekkora, és hát valljuk be, ugye a napunk ebben az összehasonlításban elég picurkának számít. Szóval kicsinyítsük le a naprendszert felfogható méretűre. Legyen a napunk egy kosárlabda nagyságú tárgy. Tehát itt van ez a kosárlabda, ehhez képest a Föld körülbelül borsó méretű, és körülbelül 30 méterre van a kosárlabdától. Ehhez képest a Jupiter körülbelül pingpong vagy golflabda nagyságú, és 120 méterre van a kosárlabdától. Nem akarok végigmenni mindegyik égitesten, legyen a Plutó még, ami mustármag méretű, és körülbelül 1200 méterre van a kosárlabdától. Ezekből már érzékelhető, hogy mik az egymáshoz képesti távolságok és viszonyok. Egyébként egy ilyen arányosítást megtaláltunk a Budapesti Népligetbe is, az a neve, hogy sétáló naprendszer, és a Földön kövekkel van jelölve, hogy mi mekkora, és egymáshoz képest milyen messze vannak. Tehát van egy napkő, egy hold, egy föld, stb. Végig lehet sétálni, körülbelül nem is tudom,
pár száz méter, olyan 6-800 méter, ha jól emlékszem. De mi lehet a magyarázata a bolygók pozíciójának, és miért fontos az, hogy születésünkkor hol álltak? Most nem fogok exakt választ adni, mint ahogy az elején is mondtam. Megfigyeléseim vannak, és csak elfilozofálgatni tudok a kérdésről, viszont e gondolatmeneteket logikai úton építettem föl, és az is lehet, hogy semmi közünk nincsen, csak az egyikből valamiért következtetni lehet a másikra is fordítva. Azaz, nem egymás közti hatásmechanizmus érvényesül, hanem mindkettő valami harmadik, nagyobb dolognak a végeredménye, leíró állapota, amit akár nevezhetünk Jóistennek, univerzumnak, ki ahogy szeretné. Ez az összehasonlítás picit olyan, mint a kereszteződésben az autók és a jelzőlámpa viszonya, hogy amikor zöld a lámpa, akkor vajon mennek-e az autók? Hát igen, feltételezve vannak. Van-e a lámpa által kényszerítő hatás ránk, vagy az autókra nézve? Mert ugye, ha zöld a lámpa, akkor az autók nem mennek, hanem mehetnek, ha meg piros, akkor nem megállnak, hanem megállhatnak. Ez olyasmi, mint a elején említett napkeltés példám, hogy nincs végleges kényszerítő hatásuk ránk nézve, hanem csak egy elvi lehetőséget ad föl, ami nagy valószínűséggel bekövetkezik. Azaz nem determinál véglegesen, hiszen amikor a nap kell, mi is felkelhetünk. Tudom, nem a legjobb példa ez, de valami ilyesmire gondolok akkor, amikor leíró állapotot említek. Jelenlegi információm alapján nem nagyon tudok most másra gondolni, mint hogy a gravitáció kulcskérdése a témának. Egyszerűen megfogalmazva, mi merről és mennyire húz. Persze ez a húz erősen idézőjeles, de ez talán olyasmi lehet, mint a zenében az összhangzattan, hogy egy adott állapot, ugye, ami a zenében hangot jelent, mennyire harmonikus vagy diszharmonikus egy másik hanggal. Ugye az asztrológiai értelmezésben itt helyzetek és pozíciók vannak, amik szerintem hasonlóképpen lehetnek harmonikusak és diszharmonikusak egymáshoz, illetve hozzánk képest, aszerint, hogy pontosan hol helyezkednek el a térben, illetve milyen közel vagy éppen távol vannak tőlünk. Az említett összhangzattan magyarázata is egyébként szimpla fizika, azaz, hogy egy adott hullámhosszú hang képes-e erősíteni jól egy másik hangot, aminek más a hullámhossza, vagy pont, hogy gyengíti és kioltja, ugye ezt halljuk hamisnak a zenében. Erre a zenei példára egyébként egy nagyszerű analógia még a matematikából a legkisebb közös többszörös fogalma. Ugye mi ez a legkisebb érték, amiben adott két szám maradék nélkül osztható? Kicsit összecsengést érzek a hullámhossz vagy a pozíciók közt is ilyen szempontból, hiszen ez végül is egyfajta harmóniát vagy diszharmóniát determinálhat. Persze a gravitációs elméletem abból a szempontból nem tökéletes, hogy nem magyarázza meg például az aszcendenst, ugye, hogy melyik jegy kell épp a születésünk pillanatában a horizonton, illetve például a felszálló vagy leszálló holdcsomópontok sem adnak magyarázatot, ha gravitációs szemszögből vizsgáljuk a kérdést. Fölmerül egy további egyelőre csak költői kérdés is, hogy miért fontos a születésünk pillanata, és ez miért tekinthető kiindulási állapotnak? Miért nem mondjuk inkább ehelyett a fogantatás pillanata az alap? Hozzáteszem egyébként, hogy ezt is el tudom képzelni, hogy nincs exakt kiindulási alapállapot,
Ha viszont feltételezzük, hogy valaminek a kezdete mégiscsak tekinthető kiindulási állapotnak, akkor ugye ez egyfajta logikai magyarázatot ad ahhoz, hogy az akkori bolygópozíciók a mostanihoz képest mennyire harmonikusak vagy diszharmonikusak. Ugye, ha az a egyensúlyi állapot, az adja a harmóniát a születésünk pillanatába, ugye akkor az ahhoz képesti elváltozás nyilván egyfajta hatással van ránk, ami nyilván eltérést okoz ahhoz képest. És miért számít ugye az asztrológia születés pillanatát mondja? Miért számít az? Az az első meghatározó élményünk itt? Vagy hát most ezen megint lehet vitatkozni. Hát figyelj, van, aki fogantatási asztrológiát csinál. Én ismerek olyan. Van, aki születési asztrológiát, és akkor lehet azon tamáskodni, hogy mi van, hogyha császárról született, és akkor előbb vették ki, mint ahogy megszületett volna. Nem érdekes. Ez nem érdekes. Tehát van egy kezdőpont. Figyelj, képzeld el, hogy van ilyen az asztrológiában, ami úgy hívják, hogy kérdőképlet. Mi lehet vajon most az én szerelmemmel? Érted? És ezt a kérdést én fölteszem, és erre a konstellációra, ami most van, beteszem a telefonon, hogy mi, megjelent a kérdés, és arra az válaszolni fog, a konstelláció. Érted? Tehát a kérdőképlet... Tűnt fel a kérdés. Így van. Igen. Tehát most, ha megkérdezek valamit így, akkor az választ fog adni arra a kérdésre, pedig még nem tudjuk, hogy az a valami mi, hol van, mit csinál, de mégis kérdőképlet, tehát tudok egy kérdőképletet állítani bármire, ami éppen aktuális, mert pont az aktualitás hozza életre. Miért? Mert a tudati létben élünk. Mert nem egy objektív létben élünk, érted, ami tőlünk független, hanem ez az egész sehol máshol nincs, mint a tudatban. Csak ugye a konfliktusunk az, hogy mi hozunk a tudatunkban, a személyes tudatunkban olyan hagyományt, amiben benne van az apánk hagyománya, az anyánk hagyománya, a nagyszülők hagyománya, a nemzet hagyománya, a minden, érted? Szóval gyakorlatilag, hát elvileg ugye bármilyen létformában is lehetnénk, meg lehet, hogy voltunk is. A tibetiek azt mondják, hogy bármikor újra születhetünk állatként, vagy növényként, vagy ilyesmi. Tehát lényeg az, hogy egy hatalmas tudati háttér van. Ugye, ami idáig a tudatban történt, ahhoz nekünk mind közünk van, és mi magunk, mint fókuszpont, érted, mi magunk is hozunk a saját kis kúpunkból, aminek a hegyén vagyunk, egy kúp nyílik hátrafelé, érted, a mi hozományainkból, hogy az mind működik, ez működik, és ebben élünk mindenki. Tehát ezek szerint ez azt jelenti, hogy ezért van nekünk gondunk, mert olyan indítatásokat hordozunk, olyan például az, hogy a személyiségeink különböznek. Hát ez micsoda érdekesség. Miért fogod te meg így a kanalat, miért fogom meg úgy a kanalat? Miért pöccensz te be arra, hogyha ezt mondják neked, miért pöccenek be én, hogyha azt mondják nekem? De én nem pöccenek be, hogyha neked mondják, te se, hogyha nekem. Viszont a gravitációs hatást igazolhatja az apály-dagály jelensége is, azaz, hogy a Hold pozíciójától függően elhúzza maga felé a vizet. Persze nem pontos, mert ugye a Föld túloldalán is egy picivel több a víz, de hogy miért az most a asztrológiai szempontból lényegtelen. Szóval napjában kétszer apályt és dagályt csinál ugye legközelebb égi testünk, és hogyha elfogadjuk azt, hogy testünk jelentős része víz, akkor nyilván ennek valamilyen hatással kell lennie a bennünk található vízre is. És talán azt is megállapíthatjuk, hogy legjobban mérhető hatással ránk nézve a nap, illetve valamennyivel kisebb hatással a Hold van. Ugye, hogyha gravitációs szempontból nézzük, akkor nyilván a Föld kering a Nap körül, a Hold meg a Föld körül, de egyben a Nap körül is kering. De hogyha a látszó méretüket vetjük össze, akkor ez körülbelül egyforma az égen, annak ellenére, hogy az egyik körülbelül 8,3 fénypercre van tőlünk, míg a másik 1,28 másodpercre. Ugye ez a különbség, ahogy az ábrán is látszik, a méret, az a távolságban kompenzálódik. Persze tudom, hogy hiába van hatása ránk a Hold is, a Földön az életet lehetővé tevő energia mind a napból származik. A gravitációs gondolatmenetet követve viszont akkor fölmerülhet bennünk, hogy mi van, hogyha a naprendszeri összes többi égitest is hasonló hatással van ránk, csak azt már nehezebb megfigyelni, illetve jóval kisebbek. De ugye
ennek az mondta ellent, hogy hú, hát biztos nem, mert hogy nagyon messze vannak tőlünk, de ugye hozzuk be példának most a naprendszer mellé a legközelebbi csillagot, ami a Proxima Centauri. Az innen 4,22 fényévre van, tehát a fény 4,22 század év alatt ér el oda. És hogyha ebből indulunk ki, akkor a Plutó a 328 fénypercével már nincs is olyan messze, mint ez a bizonyos Proxima Centauri, mert a Plutó még így is 6758-szor van közelebb hozzánk, mint ugye az említett csillag. Ebbe az arányosításba és az előbbi kosárlabdás példába behozhatjuk akkor ezt a csillagot is, ami kb. 8110 km-re található a kosárlabdánktól, és ez azt jelenti, hogy a kosárlabdától földi viszonylatban körülbelül Atlanta vagy Bangkok távolságban helyezkedik el a legközelebbi csillag. És ebben a rendszerben a fény terjedési sebessége körülbelül 220 méter óránként, azaz 0,22 km per óra. Így jön ki az a bizonyos 4,22 század fényév, mire elér a fény innen a Proxima Centaurihoz. És hogyha már számolunk, akkor a korábban említett matematikai fogalma legkisebb közös többszörössel is eljátszhatunk a keringési időket tekintve. Vegyük naprendszerünk három legtávolabbi égitestét, a Plutót, az Uranuszt és a Neptunuszt, és nézzük meg mondjuk a mostani pozíciójukat. Hogyha a legkisebb közös többszörössel kiszámoljuk a keringési idejük alapján, hogy mikor térnek vissza ugyanebbe az állapotba, ahol most vannak, akkor azt kapjuk, hogy ez körülbelül, nagyon körülbelül 286.440 év. Ez azt jelenti, hogy ennyi idő múlva fognak ugyanebben az állapotban, ugyanebben a pozícióban tartózkodni, ahol mondjuk most tartózkodnak. És ugye ebben nem számoltuk még bele az összes többi égitest állapotát. Vagyis, hogyha azt nézzük meg, hogy azokkal együtt mikor lesz újra ugyanez az állapot, mint most, hát én nem tudom kiszámolni. Nos, az első rész az eddig tartott, de hamarosan jön a folytatása. További érdekes gondolatokkal, gondolatkísérletekkel, tényekkel és költői kérdésekkel, illetve az összegzésemmel, hogy összességében mit gondolok, van-e értelme például az asztrológia segítségével jósoltatni, illetve, hogy pontosan mi a véleményem arról, hogy minek lehet ezzel kapcsolatban értelme. Úgyhogy, ha feliratkoztok, akkor egyrészt nagyon megtiszteltek vele, másrészt nem maradtok le a folytatásról sem, illetve majd további érdekes témáimról sem, hiszen a vlogom célja ez, azaz a szélrózsa minden iránya. Köszi a nézést, sziasztok!